Tisztelettel, szeretettel köszöntök mindenkit. Fölállok egy pillanatig, hogy így lehessen látni, hogy milyen szép sudár ember vagyok, de nem érek föl a plafonig. Forgács Gábor vagyok, mint olyan színész, író, humorista, parodista, szinkronszínész, stb. De most így vissza is ülök, és azonnal be is mutatom a kedves barátokat, akik itt ülnek, de hagyd mondjam először, hogy olyan büszke vagyok, hogy ekkora érdeklődést váltottunk ki, hogy inkább idejönnek, mint a szarvas meg a disznó tenyésztés problémáit hallgatni, és eljött inkább mink. Ez nekünk, én azt hiszem, hogy a leginkább megható. És akkor, hát hadd kezdjem a bemutatást Király Lindával, akit ugye azért úgy Isten igazából nem kell bemutatni, a hangja nem úgy, mint nálam szokták volt mondani, hogy az enyém nem kiürít, hanem az övé betölt egy termet, tényleg el kell, hogy ismerjem. Akkor ne arra, hogy muszáj megnézni, hogy jól mondjam, Faludi Viktória, pszichológus, és azért külön krízis terapeuta, ezt kimondani is egyébként, egy tapsot megérdemlek. Köszönöm szépen. És hát Raszkó György urat pedig aztán én gondolom, hogy ezen a pályán igazán nem kell bemutatni, mert gondolom mindenki ismeri már és ismerheti. Hát egyrészt mint kollégát, másrészt meg mint hát volt politikus, stb. De most már visszaülök így, jó? Ugye a krízis helyzetekről beszélgetünk, én a magam helyzetét, hogy mondjam, nekem is, mint általában mindenkinek volt a krízis helyzetek. Hát akik idősebbek, de itt nem ülnek idősebbek, ahogy látom, csak csupa fiatal van. Tehát akik idősebbek tudják, hogy én valamikor, réges-régen, még igen Forgács Gábor voltam, tehát akkor még úgy nagyon tudták, mert ugye reggeltől estig voltam televíziókban, hol ebbe, hol abba, hol amabba, mindenféle műsorban, ki mit tudtól, a Cheese, a Szeszélyes Évszakok, Gálvölgyi Show, majd ugye rengeteg Hakni, stb. Amikor is ez az egész így, mint a falnak ütközött volna, megállt, nem kellettem a tévékbe, nem kellettem a rádiókba, nem kellettem a Haknikba, és akkor ugye hirtelen mit is csináljak, és akkor mázlim volt, meg képességem, és rengeteget gyakoroltam, és így át tudtam kerülni a szinkron és hangalámondás és narrációs szakmában. Ott elég sokat hallhatják a hangomat, fiatalok esetleg tudják, hogy hát én volnék Julián király mondjuk a pingvinek között, meg ilyesmi. De amire egyébként nagyon büszke vagyok, hogy 5 perc 12 másodpercig nem más lehettem, mint Kabos Gyula. Ugyanis felújítottak egy filmet, nem mondhatom meg, hogy melyiket, mert ez titoktartás törvénye rám is vonatkozik. Lényeg az, hogy megsérült a hangcsík, egy casting után engem választottak, és igen, 5 perc 12 másodpercig, én lettem Kabos Gyula, igen, erre nagyon büszke vagyok, igen. Na, szóval, viszont miután most a krízis helyzetekről beszélgetünk, ami bizony hát elő-elő fordulhat, én kezdeném az egyszerű férfi úrral, aki itt ül, mert ő több oldalról is tud beszélni. Először is kezdjük a saját krízis helyzettel. Úgy tudom, hogy a te életedben is volt azért. Ez már így szól, lehet bele beszélni. Annak örülök. Szóval a saját krízis helyzetedről egy pár mondatot. Mi is volt ez? Volt, és pont miután elég idős vagyok ahhoz, hogy élettapasztalatot szerezzek, gyűjtsek össze, azt merem állítani, hogy a krízis az jó dolog, az a világ fejlődésének a katalizátora igazából. Legyen ez társadalmi vagy gazdasági jellegű dolog. Ami személyemre rám vonatkozik, az első nagy krízisem az volt, hogy 80-as években, pontosabban 83-ban ellenzéki tevékenysége miatt fölfüggesztettek a kutatói állásomból. Agrárgazdasági Kutatóintézetben voltam tudományos munkatárs, és miután megjelent egy olyan cikk, amiben én gúnyosan beszéltem a 6.-5 éves tervről, itt a fiatalok azt se tudják, hogy az mi, de idősebbek még emlékeznek rá. 24 órán belül megtörtént ez a fölfüggesztés, és aztán elbeszélgettek velem, és azt ajánlották, hogy hát itt Magyarországon sok esélyem nincs tudományos munka előrehaladása, úgyhogy gondolkozzak, ha éppen külföldre akarnék távozni, akkor azt nem fogják megakadályozni. Úgyhogy aztán én belevágtam a nagyvilágba, feleségem 2 gyerekkel gyesen volt, én állás nélkül, az egyik lányom itt is van a teremben, úgyhogy azért voltak nehéz napok, és aztán a Jeune Afrique nevű
havilapban találtam egy álláshirdetést, Afrikába kellett kerestek tanárokat, számvitel, könyvitel tanárt kerestek, én meg azt mondtam, hogy mi az nekem, franciául tudtam, az igaz, de miután ezt az egészet a FAO, tehát az ENSZ mezőgazdasági szervezete szervezte, és hát ott döbbentem meg, hogy nem a magyar számvitelt, meg könyvitelt kell tanítani, hanem a franciát, és ugye azt mi annak idején itt nem tanultuk. Lényeg az, hogy amit megtanultam este a francia számvitel, könyvitel alapszabályból, meg módszereiből, azt tanítottam a következő nap. Csak mi érdekes, hogy nekem ilyen orosz tanárom volt. Egyik nap megtanultam, másnap leadta. De a krízis végül is úgy oldódott meg, hogy 10 kilót fogytam fél év alatt, mondjuk napi 6 órába tanítani franciául 40 fok körüli melegbe. De ha jól látom, azt már visszaszerezted. Azt igen, azt vissza. Aztán utána ennek eredményeképp a FAO útján elkerültem Mexikóba, aztán Kolumbiába, majd Brazíliába, tehát volt alkalmam nagyon szép helyeken, nagyon színvonalas munkát végezni, és ez tényleg előnyömre vált, de a családomnak is, hiszen gyerekeim ott kezdtek el óvodába járni, iskolába, az pedig ugye a nyelvtanulásra óriási hát plusz lehetőség volt. Ami pedig a gazdasági életben, mint vállalkozó életi, ott még inkább szeretem a krízist, mert a krízis az elgondolkoztatja az embert, hogy mit csinált rosszul, van egy adott helyzet, ebből hogyan lehet kijönni, ilyenkor az embernek fölmegy az adrenalin szintje, heteken át filózik azon, hogy saját vállalkozását hogyan alakítsa át, és én azt a tapasztalatot szűrtem le. Nálunk 2008. októberében volt egy ilyen krízis, amikor volt a pénzügyi válság, és a legnagyobb finanszírozó bankunk egyik napról a másikra visszavont egy 200 milliós tehát rullírozó hitelt, ami azért úgy eléggé mellbevágó volt. Viszont ez arra kényszerített bennünket, hogy maximális mértékben racionalizáljuk a termelést, munkaerő oldalon, technológia oldalon, vetésszerkezet, nem sorolom tovább. És ebből nagyon jól jöttünk ki, hiszen azt a dinamikus beruházást és fejlesztést gondolatszerűen akkor villant föl nekem, hogyha hosszú távon vállalkozásom életbe akar maradni, akkor arra kell törekednem, hogy az átlagosnál alacsonyabb költség mellett tudjak bármit is előállítani, és akkor át fogok vészelni minden következő ilyen válságot. És aztán így mi ott investáltunk közel 2 milliárd forintot az elmúlt nagyjából 8 évben, és szerintem a világ egyik technológiailag leghatékonyabb vállalkozását hoztuk létre, ahol például a növénytermelésben 100%-ban precíziós termelés folyik már. Ennek a részleteiben nem mennék bele, hanem az, hogy most úgy gondolom, hogy amikor alacsonyak az árak, most pedig igaz a gabonára, igaz az olajos magvakra, sertésre, amiben mi is érdekeltek vagyunk, hiszen van egy 1000-es sertéstenyésztő telepünk, és ellátunk egy 650 fejű tehenes vállalkozást is, mi szállítjuk a takarmányt, és hát egyéb más szolgáltatásokat mi adunk. Tehát ismerjük ezt a problémát, ami most van, de azt mondhatom, hogy azáltal, hogy költséghatékonyak lettünk, nyilvánvaló jóval kisebb ilyenkor a haszon, de nincsen gond se a hitelezéssel, se pedig a nyereség termeléssel, még ha a szerényebb is. És azt gondolom, hogy a Vitafortot, amelyet én nagyon régóta ismerek, tehát sokkal részletesebben, mint jelenlévők itt gondolnák. Én menedzseltem a Vitafortot még államtitkár koromban is, mert nagyon a filozófiáját jónak találtam, és ezt ma itt végighallgatva a 25 évről szóló beszámolót, ez vissza is igazolódott, hogy az a fajta igényesség, amivel a Vitafort a legjobb akar lenni ezen a területen, és nem sírta el magát, hogy belföldön össze
zsugorodott a piac, kiment külföldre, én próbáltam részt venni a moldáv üzlet menedzselésében is, több-kevesebb sikerrel, de látszik az, hogy ez beérett ez a gyümölcs, és azt gondolom, hogy ez a fajta filozófia minden vezető számára fontos, hogy egy krízis helyzetben hát ne siránkozzon, és ne a kormányhoz menjen, vagy az államhoz, meg bárkihez segítséget kérni, hanem maga próbálja megoldani ezt a krízis helyzetet. És szerintem humán egészségügyi szempontból is ez egy jó dolog, ugyanis egy krízis után az ember sokkal felszabadultabb, sokkal magabiztosabb, és sokkal optimistább, és a következő krízist már alig várja, hogy még rátegyen egy lapáttal. Tehát ennyit összefoglalva, az én elmúlt hát 40 éves munkaviszonyom, vállalkozói viszonyom, meg hát voltam közben politikus is, államtitkár is, így mindent összefoglalva azt gondolom, hogy a krízis az jó, a krízisből lehet fejlesztéseket megvalósítani, amivel aztán tényleg versenyképes vállalkozást lehet működtetni. Hát én nagyon köszönöm, én rengeteget tanultam ebből, meg kell, hogy mondjam, és én alig várom, hogy megint legyen egy krízis az életemben, és akkor előveszem a 2 milliárd forintomat, és befektetem. Okosan, értelmesen, költséghatékonyan. És akkor állati jó lesz. Úgy de várom már. Meg azt a 2 milliárdot is. No, na most én elhülyéskedem a dolgot, de ez a lényege az ügynek, hogy néha tényleg el kell hülyéskedni, mert nem szabad, hogy az ember mindig mindent komolyan vegyen saját magán se. Mellettem ül egy csodálatos hangú hölgy, akinek a hangjával soha nem volt semmilyen krízis probléma, ám de életében egy kicsit igen. Hát igen, én mondjuk sajnos nem fogytam a krízis alatt, hanem az ellenkezője történt velem, de nem baj. Így is szeretsz, ugye, baba? Szeretlek. Hát az az igazság, hogy én már nem is tudom, hogy hányszor kellett újra kezdenem az életemet. Az első nagyon-nagyon sokkoló helyzet az családon belül történt. Anyukám nagyon beteg lett, petefészek és mérákja volt. Az orvosok adtak neki kevesebb, mint 3% túlélési esélyt, tehát Amerikában éltünk, tehát mi kint születtünk, csak ilyen rövidre foglalom, Amerikában születtünk, ott nőttünk fel, és körülbelül 16 éves lehettem, amikor ez történt. Én nagyon-nagyon gyorsan felnőttem akkor, tehát én akkor átvettem az anyuka szerepet, akkor én vigyázok a fiúkra, én vigyázok anyura, apura, mindenkire. És egy éven keresztül kezelték. Kemoterápia, szörnyű időszak volt, mindegy, 3 műtét volt, minden volt, és így is azt mondták, hogy kevesebb, mint 3% túlélési esély. És akkor hoztak egy nagyon fontos döntést a családom. Azt mondták, hogy igazából az anyukám a példaképem, mert ő belőle soha nem jött az ki, hogy úristen, miért én, vagy hogy mi történik most pont velem, vagy hogy egyáltalán miért érdemlem ezt meg. És egyszer szólalt meg, hogy hát, hogyha ez a helyzet, és hogyha én meg fogok halni, akkor az otthonomban szeretnék lenni. És ezért jöttünk, majdnem 17 éves voltam Magyarországra. És ő egy ilyen csodatörténet, és a mai napig belőle merítem az erőmet, mert hát egyszerűen felépült, itt van 12 évvel később, azért nem mentünk el ebből az országból, mert hát hogyha itt boldog és egészséges az anyukám, akkor nem lépünk tovább sehova. Tehát, hogy ő egy csodatörténet, és bármilyen helyzetbe kerülök, mindig rá gondolok, mert egyszerűen hihetetlenül kezelte ezt az egészet. Volt egy nagyon érdekes helyzet, egy pár hónappal ezelőtt pont kint voltam Amerikában, és teljesen véletlenül összefutottam egy régi orvosával, az anyukámnak az orvosával, és oda jött hozzám, hogy úristen, hogy vagytok, és hogy érzitek magatokat, és hogy tudom, nagyon nehéz volt, és így ránéztem, hogy mosolyogva, hogy hát anyu jól van, és így döbbenten nézett rám, hogy úristen, ezt nem hiszem el. Úgyhogy ő egy csodatörténet. És hát igen, és akkor nem egy olyan helyzet volt, amit sajnos országszeme látta előtt történt velem, és újra kellett kezdenem, most már a karrieremről van szó. Hát igen, volt ilyen is. Na most abból fölállni úgy, hogy igazából
amikor az ember egy művész, egy zenész, akkor a szívét, lelkét belerakja mindenbe. Tehát ott van, és akkor vagy fogadják az emberek, vagy kitapossák belőlünk, és egyszerűen sírunk, és nem tudunk mit csinálni magunkkal. Tehát ez egy olyan helyzet volt, ahol meg ott is nagyon gyorsan fel kellett nőnöm, és föl kellett állnom újra, mint nő, mint énekes, mint előadó művész, mint bármi, hogy egyszerűen oké, fogadom ezt a helyzetet, ez történt velem, ez egy sajnálatos helyzet volt, most akkor tovább lépek, vagy elbújok? Na, én tovább léptem, hál' Istennek. De az a szerencse, hogy folytattam a dolgokat, kaptam egy lemezszerződést Amerikában, pontosabban New Yorkban, a Universal Music-nál lettem aláírva. 5 lemezszerződés, ami azért hihetetlen a mai napig, amikor visszagondolok rá, egyszerűen nem értem, hogy egyáltalán hogy kerültem ilyen helyzetbe, hogy egy lemezszégnél voltam, a Prince, sajnos aki elhunyt most már ide tetováltattam, hogy ne felejtsem el. Igen, Prince, meg az Amy Winehouse is, egy lemezszégnél voltunk, turnéztam, ilyen hihetetlen dolgok történtek velem, és egyszerűen nehéz volt felfogni, hogy ez ilyen mélypontból hogy kerültem ide. De várjál. De ha már így a mélypontokat mondod, legalább egyet említs, mert azt mondtad, hogy többféle. Hát, még folytatom, még várjál. Most csak a hullámvölgyeket mondom el. Tehát igen, volt, a mélypontból volt annyi erőm, hogy kimenjek és megpróbáljam magam újra Amerikában, abból lett egy lemezszerződésem. Amikor épp mondjuk azt, hogy úgy éreztem, hogy most már haladunk, rádió turnén voltam, mondom, Prince, Amy Winehouse, mindenkivel együtt, nagyon-nagyon jó minden, kaptam egy telefont, hogy azonnal menjek vissza New Yorkba, mert hogy gond van. Visszamentem New Yorkba, és a főnök elém rakott egy ekkora kötet papírt, hogy Linda, tudtad azt, hogy mi történik a hátad mögött? Na, nyilván nem tudtam. Kiderült, hogy a menedzsmentem az, hát, hogy mondjam ezt finoman, mindent elvittek. Mindent. Az égvilágon. Elmentem a lakásra, vagyis a cégnek a lakásához, ahol volt a székhelyük, és bekopogtam, senki nem válaszolt, senki nem volt ott, benéztem. Konkrétan ott hagytak engem New Yorkban, egy fillér nélkül, teljesen egyedül, most a családom Magyarországon van, én totál egyedül, én, mint büszke nő, nem akartam szólni a szülőknek, hogy úristen, mi történt velem. És akkor elindult egy nagyon durva mélypont, ahol a rövidre fogom, én egy útszéli motelben laktam, Nashville-ben, viszont azért mentem oda, mert ott volt egy producer, akit én imádtam és akartam vele dolgozni. Az a lényeg, hogy oda mentem, kopogtam, megint merítettem egy kis erőt, kopogtattam, azt mondtam, hogy én veled szeretnék dolgozni, és azt mondta, hogy hú, de nagyon kemény csaj vagy, és gyere és dolgozzunk. Abból lett egy lemezanyag, ami a következő mélypont, ami nem jött ki, mert közben a menedzsmentem közben szólt. Tehát ez egy ilyen 5-6 éven át tartó, folyamatos, nagyon-nagyon kemény időszak volt. Akkor még pluszban hozzájött az, hogy az öcsém is beteg lett. Ő most már szerencsére egészséges. De az egésznek a lényege az, hogy nagyon-nagyon sokszor újra kellett kezdenem, viszont a legeslegnagyobb inspirációt mindig a legmélyebb pontokból tudtam meríteni. Úgyhogy lehet talpra állni, és ki lehet bírni bármit. Nagyon szépen köszönöm. Viktória, most már akkor veled is beszélgessünk, mint krízis terapeuta. Megint kimondtam. Az anyám isteni, de ügyes van. Szóval te, mint krízis terapeuta, harmadszor is kimondtam, neked gyakorlatilag volt az életedben krízis? Hát persze, hát pont az. Én azt gondolom, hogy akkor vagyok hiteles a betegeimmel szemben is, hogyha valahogy az önreflexió során elmondom, hogy velem ugyanezek történnek. Tehát én, amikor ezt a szakmát választottam, akkor nyilván már volt egy családi indítatás, nekem is volt egy mentálisan beteg apukám, tehát hogy tudtam, hogy valahogy nekem ezt meg kell értenem, hogy mi történik egy családon belül, és én így lettem pszichológus, hogy már volt egy olyan feldolgozandó dolog az életemben, amivel meg kellett küzdenem ahhoz, hogy én azt hiszem, most már kimondhatom, hogy úgy érzem, hogy elég jó szakember lettem. És hát a bocsánat, során... közbeszok, mindig az jut eszembe, hogy szokták ott mondani, főleg férfiak így egymás közt, hogy az ember, ha tud szexelni, akkor szexel. Ha nem tud, akkor tanítja. Hát igen. Igen, tehát a pszichológus a saját életében is hülye, épp olyan
naív vagyok, mint bárki más, mint az összes paciensem. Tehát, hogy ilyenkor nekem is pszichológusra van szükségem, és akkor mindig nyilván segítséghez fordulok, hogyha ha hasonlóan történik valami. De különben, amit elkezdtem mondani, hogy engem nagyon-nagyon sokat segített, ugye, amit te is mondtál előttem, hogy a krízis az nem mindig egy negatív dolog. Nagyon csúnya szó különben így kimondani, mert hogy ez mindig ilyen pejoratív dolgot jelent, de hogy én nap mint nap látom a betegeimen azt, hogy mi lesz egy krízisből, és én már látom előre, hogy ebből lesz valami, ők még nem tudják, de hogy én mindig látom azért nagyjából a végét, hogy ennek valami jó lesz a vége. Az egy óriás, ez megérzéses alapon, vagy tudományos alapon? Mert ez nem mindegy. Hát egyrészt tapasztalati alapon, tehát hogy ezt most már azt hiszem az itt ülők is tudják, hogy a krízisnek mindig vége van. Tehát hogy az én tudományom azt mondja, hogy az aktív krízis az tulajdonképpen 3 hónap. Onnantól kezdve valami elindul fölfelé. Ott kell egy szakmai segítség, és nyilván most hazabeszélek, tehát hogy azt gondolom, hogy na igazán ott kell valamit megfogni, ahhoz, hogy mondjuk 3 hónap után, tehát hogy ami egy ilyen általános orvosi gyógyulási szakasz, ott kell igazán megfogni azt, hogy valaki ott is tudjon maradni azon a hullámvasút éppen, amikor fölfelé megy, mert hogy ott aztán van egy ilyen nagyon-nagyon gyenge periódus, amikor lent lehet maradni. Tehát nem megy föl a hullámvasút, hanem ott marad. És az ember lefelé is sikít, meg fölfelé is. De azért arról beszélünk egy picikét még, hogy ugye kétféle krízisről beszélhetünk. Az egyik az, amikor a lelki krízisbe kerül valaki. Tehát amikor tulajdonképpen olyan fajta krízis az ügy, ami nem anyagiakon, nem külső tényezők, pontosabban külső tényezők, csak nem olyan fajta külső tényezők, amik anyagiakra vezethetők vissza. Tehát van egy ilyen krízis, egy lelki krízis, és van egy olyan, amikor az ember szakmailag, anyagilag kerülhet krízisbe. Tehát ezen a kettő között van egy óriási különbség. A lelki krízisből aránylag könnyen ki lehet jönni, gondolom én, egy kis segítséggel, de az anyagi krízis azért az, mint ahogy például Linda mondta, ugye ott álltál minden nélkül. Ugye? Tehát azért valahogy ezt meg kellett oldani, hogy egyáltalán eljussál Nashville-be. Ugye? El tudj menni ahhoz az emberkéhez. Tehát azért valami, ott nagyon ügyesen fel kell állni, ahogy nálad is, Gyuri, először azért, amikor azt mondták, hogy köszönjük szépen, el lehet menni. Akkor te köszönted szépen, elmentél, de gondolom túl sok vagyontárgyad még akkor nem volt, ahhoz, hogy te elmenjél Afrikába, elmenjél Dél-Amerikába, stb. Tehát onnantól kellett fölállni. Ez egy megint egy másik krízisügy. Hadd szóljak közben, tehát hogy az, amit te mondasz, hogy külső krízis, de hát annak mindig van egy belső vetülete. Tehát én azt nem tudom, én szakemberként pláne nem tudom leválasztani, hogyha te odajössz hozzám, és azt mondod, hogy anyagilag teljesen tönkretettek, és teljesen nullán vagy, akkor az egy ugyanolyan mentális állapotba fog tenni, mint hogyha elvesztetted bármit a kis cicádat. Mindig az a kérdés, bármit. Mi volt előbb? Tehát most anyagilag tettek tönkre, és ettől te krízis helyzetbe kerültél lelkileg, vagy egy krízis helyzetbe kerültél lelkileg, és ez magával vonta azt, hogy ezután már anyagilag is tönkremész. Igen, de ez a gyógyulás szempontjából, most én tulajdonképpen nagyon-nagyon leegyszerűsítve azt tudom mondani, hogy tök mindegy, hogy mi volt előbb, te most rosszul vagy. Ha rosszul vagy, akkor nem tudsz jól működni. Ha nem tudsz jól működni, akkor nem tudsz pénzt keresni. Tehát, hogy innentől kezdve az, hogy mi volt előbb, teljesen mindegy, mert hogy az én szakmám szempontjából nekem az a dolgom, hogy te jól legyél, semmi más dolgom nincsen. És tulajdonképpen neked sincs más dolgod. Ha szegényen, ha gazdagon, mindenképpen jól kell lenni. Az, hogy újra el tudjak indulni. Így van. Jó, azért vannak olyan helyzetek, amikor valaki esetleg egy megszokott jó helyzetből, mondjuk egy színész, aki volt valaki, aki letett valamit az asztalra, és aztán egyszer csak elindul valamitől lefelé, és akár esetleg odáig is eljuthat, hogy hajléktalanként tengeti az életét. Még ilyen is előfordulhat. Mondom, itt vagyok, el kell mondanom, igen. Igen, ott a kamera meg hallanak, igen, a cím,
Igen, a cirkusz. Nagyon szeretem a cirkuszt, igen. Szeretem a manésszagát, meg szeretem a gyerekeket, hogy nevetjenek és kibe lóbálják a lábaikat. Igen, gyerekkorom, igen. Anyukám mindig vitt a cirkuszba, igen. Minden hétvégén is. És a hétközben mentem az iskolába, már amikor mentem, és akkor ott oda a... Ott a Bill bácsi, kávézója, a Bill bácsi behívott a raktárba. Igen, és arra gondoltam, hogy lehet, hogy munkát akar adni. Igen, hogy szedjem ezt a hamutáncát, meg a poharakat, meg minden, és aztán behívott a raktárba, és ott mindent csinál vele. Nem mentem a Bilbácsihoz. De anyukám az imit a cirkuszba, igen. Minden hétvégén, mert nagyon szeretem a cirkuszt. Szeretem a manészokat, meg a gyerekeket, hogy nevedjének is kibe lobálják a lábaikat. Igen. Aztán később jelentkeztem én is. Igen, aztán jött a szerelem. Igen, jött az első szerelem, de... Hétvégén elmentem hozzájuk, a szüleit is ismertem, aztán nem voltak otthon, csak Sophie, és akkor én Sophie-t én találtam meg, igen, ott meg csipamérve, igen, aztán utána börtön. Igen, és akkor nem voltam cirkusznál. Nem, de találkoztam egy barátommal, és neki volt egy étterme. Volt egy étterme, és akkor ott dolgoztam pincérként. Igen. És akkor tudták, hogy bohóc vagyok, és akkor a többiek mindig ott álltak a konyhahatyóban, és néztek, én meg mindig olyanokat csináltam, hogy elkezdtem úgy viselkedni, amilyen a vendég. Igen, na, megmutatom. Igen, ott ül a vendég, igen, mutatom, igen, a többiek ott vannak a konyha ajtóban, igen. Mit hozzatok? Igen. Kávé, igen. Két cukorra. Hogy? Három. Kicsit drágább. Igen, volt ilyen, igen, mert volt olyan vendég, igen, hogy... Igen. Mit hozzátok? Hol volt? Hol nincs? Meleg szendvics van. Vagy? Nagyon meleg? Szép. Igen, ilyenek voltak, igen. Megismerkedtem egy hölgyel, igen. Ő meg légtornász volt, igen, és aztán összeházasodtunk, és akkor visszakerült a cirkuszhoz, igen. Aztán jött picike, igen. Aztán együtt léptek föl, igen. Aztán lezvontak, mert világszám volt is, háló nélkül, igen. Aztán utána már nem volt cirkusz, nem volt semmi. Na, igen, ez volt az életem, elmondtam. Na, megyek, mert ma is lesz előadás, mert nagyon szeretem a cirkuszt, igen. Szeretem a manészszagát, meg a gyerekeket, hogy nevetjenek is, köbben lombálják a lábaikat. Igen, ma is lesz cirkusz, mennem kell lesz előadás, igen. De ne menj messzire, maradj itt velünk, jó? Vári Károly! Minden van készítve egy szék. Egy speciális helyzet. Most megváltozik egy picit. Hát azért te megjártad a,
a poklok bugyrait, és ehhez a kis jelenethez, amit láttunk, hozzá kell tegyük, hogy ez egy önálló előadás, tehát itt most csak egy picike kis szeletét láthatták ennek az előadásnak, de ahhoz, hogy ez így menjen, és ilyen hatást tudjon kiváltani, ehhez az kell, hogy valakinek hihetetlen mély tapasztalatai legyenek az életben. Hogy kerültél te a bugyor aljára, és hogy jöttél vissza? Hát 1998-al kezdődött, amikor a Szegedi Nemzeti Színháznál voltam, és volt egy 3 éves kislányom, és 22 éves volt a feleségem, és hát durván olyan másfél hónap alatt temettem el őket, és akkor hát úgy voltam, hogy nem. Tehát, hogy most nem bírok színháznál lenni, és elkezdtem szabadúszni, majd amikor már valamennyire földolgoztam a dolgot, akkor aztán lett kapcsolat megint, és akkor ebből a kapcsolatból alakult ki a hajléktalanság, mert hogy hát a hölgynek volt egy 6 éves kisfia, és majdnem naponta arról szólt a dolog, hogy én őket bármikor kirakhatom, vagy jön valaki más nekem, és akkor én egyszer fogtam magam, és hazamentem, mert tényleg szerettem őket nagyon. Hazamentem, és leraktam az asztalra egy papírt, ami arról szólt, hogy rájuk irattam a lakást, hogy lássa azt, hogy én komolyan gondolom a dolgot. Nos, hát körülbelül olyan fél óra múlva derült ki, hogy voltak éppen erre ment ki az egész játék. És akkor 2 sporttáskával kijöttem a lakásból. Egy ideig színész kollégáknál, barátoknál laktam, majd következett ilyen pár hónap ilyen hajléktalan szállón, de hát azt kész, szóval föladtam, mert nem bírtam, ami ott történik. És aztán, hát közben azért fellépegettem itt-ott-amat, és akkor végezetül is beruháztam, és vettem magamnak egy nagyon jó sátrat, amivel fölmentem a Budakeszinél a Pilisbe, és 2,5 évig ott laktam télen-nyáron. Most egy sátor borzasztó jó lehet egy kempingben. Igen. Ahol azért megvan hozzá az egyéb szociális létesítménysor. Na, de itt nem igen volt semmi. Miből tudtál élni, miből tudtad fenntartani magad, és egyáltalán hogyan hagytak téged ott, hogy te ott éljél? Hát közben azért így voltak fellépések, és arra kínosan vigyáztam. A erdőben egy olyan helyet választottam ki, hogy 30 méterre a műút volt, de engem nem láttak. És kínosan vigyáztam arra, hogy én kiérek a műútra, a szanatórium utcába, és ember nem mondja meg azt, hogy én most a sátorból jöttem. Annyi, hogy azért voltak természetesen kollégák, akik segítettek. Természetesen kollégák most is vannak. A probléma csak az, hogy nagyon nehéz megtalálni azokat a kollégákat, akik odafigyelnek rád. Igen. Igen, hát ez igen, nem volt sok. Nem volt sok, meg hát nagyon sokan nem, tehát én arra vigyáztam, hogy egyszerűen nem tudták. Tehát nem mondtam el. Páran, akik azért úgy észleltek dolgokat, azok is maximum azt tudták, hogy albérletben lakom, és nem a sátorban. Majd jött egy ilyen olyan dolog, hogy ugye 2,5 év után volt egy nagyon jó barátom, az a Pesti Színházban volt világosító, és neki a bátyja a füzesgyarmati termálszállónak volt az igazgatója, és pont nyár volt, és azt mondta, hogy Karcsi, akkor most nyárra oda jössz, péntek, szombat a szálló vendégeknek tartasz kis műsort, cserébe ott laktam. És ez már azelőtt, ez még azelőtt volt, hogy aztán újságokban megjelentél, hogy nyitottam ott a hajléktalan színész. Ez igen, még azelőtt igen, volt. Igen, igen. Igen, és akkor, de hát ugye a dolog úgy jött ki, hogy kijöttem a sátorból, és volt, hogy 2 nap múlva egy 4 csillagos termálszállóba feküdtem az apartmanba. Azért ez így jó ugrás, úgyhogy ez ilyen elég érdekes volt.
Majd ezt követte, pontosan a Bohóc kapcsán, mert rendszeresen a Fogasházban játszottam Pesten, minden hónapban, és ennek kapcsán jött egy kapcsolat, aki kecskeméti, és akkor végezetül is úgy alakult, ja, mert hogy a termászállót bezárták, mert... Ez sokat lehet. És onnan mennem De kell, nem azért, mert ott föl. Nem. Hát legalábbis remélem. És aztán... lehet, hogy ott a műsorod után ez a, na ide se jövünk többen, és azóta nincs közönség. Hát mondjuk nem ezt a bócot csináltam. És ez a hölgy látta Pesten a Fogasházba, és akkor úgy alakult a dolog, hogy összejöttünk, és leköltöztem hozzá Kecskemétre. Két évig tartott, de hogy lementem Kecskemétre, a Cseke Petivel mi ismertünk egymást még Pestről, és akkor bementem a színházba, és mondtam, hogy Péter, itt vagyok, ha véletlenül úgy alakul meg minden. Ez volt 4 éve, és most 4 éve ott vagyok a Kecskeméti Színházban. És már nem a sátorban. És nem a sátorban. Ennek szívből. Hölgyeim és uraim, mi most így egymással elbeszélgettünk, de természetesen fennáll a lehetősége, hogyha önök közül bárkinek bármi kérdése lenne hozzánk, tehát így ötünkhöz, akár a szakpszichológus krízis... Elvégre ebből élek, hogy beszélek, nem? Tehát krízisterapeutához, akár Vári Károlyhoz, akár Lindához, akár Gyurihoz, ha bármilyen kérdése van, boldogan állunk elébe, tessék föltenni, és majd mi mellé beszélünk. Hát, hogy oldjuk a hangulatot, szó volt itt krízisről, de akkor mondjátok el már mindannyian, hogy az eddigi életeteknek mi volt a csúcsa? Hogy egy kicsit jobb kedve. Hát például nekem a legnagyobb csúcs, hogy most itt vagyok. De? Ezt még majd lehet egy picit fokozni, amikor átveszem a gázsit. Akkor vagyok tényleg a csúcson. Tehát az akkor már a csúcson vagyok. Tehát ez... Jó, eltúlozva a dolgokat, hát én gyakorlatilag nekem az egész életem, meg kell, hogy mondjam őszintén, az összes krízissel, mindennel együtt. Hát szóval csodálatos és rettentő boldog vagyok, hogy nekem egy ilyen életem lehetett. Tulajdonképpen a szerencsék tömkelege az, ami engem összerakott úgy a pályámon, mind a magánéletemben, tehát én nekem gyakorlatilag erre az életre, ha már hónap le kell hunyni a szememet, akkor is csak az lehet, hogy ez kurva jó volt. Linda? Hát az az igazság, hogy sok dolog miatt vagyok nagyon-nagyon hálás, a legfőképpen a családom miatt. A másik az, hogy azzal foglalkozhatok, amit imádok csinálni. Úgyhogy ez egy szerencsés helyzet, és én folyamatosan úgy érzem, hogy jön még jobb, és még jobb, és még jobb. Úgyhogy mindenkinek kitartás. Gyuri, majd, mert utána le vagyok a konzekvenciát, mint pszichológustól. Hát ez természetes. Hát a magánéletet illetően az, hogy... Hogy lehettél államtitkár. Hát az... Mert azért az nem semmi, na. Azért, ugye? De nem maga az államtitkárság, hanem a első szabadon választott kormánynak dolgozni 4 éven keresztül, nem csak agrárterületen, nekem privatizációval is kellett elég keményen foglalkoznom, az rendkívül izgalmas időszak volt. Tehát szakmailag az egy csodálatos időszak volt. Persze nagyon sok ellentmondással, de az egy ilyen, valóban egy ilyen zenit jellegű dolog volt. Most pedig az, hogy a vállalkozásaim mindegyike abszolút stabil, és szerintem nemzetközi szinten is versenyképes, tehát nem csak a borászat, nem csak éppen a Lajos Komáromi szép nevű Győzelem Kft.-nek nevezzük, hanem az is, hogy a családom, 3 gyerekem, idén az utolsó is befejezte az egyetemet, és egészen kitűnő módon végzett. Nagy kerülők után például a fiam kezdte Los Angelesbe az egyetemet, aztán Sydneybe folytatta, majd aztán itt Magyarországon, Corvinus Egyetemen most befejezte, és akkor nyugodt vagyok, mert a 3 gyerek most már
egyértelműen rendben van. És ők folytatják a te munkádat? Most nem úgy néz ki, hogy bármelyik is nagyon akarná folytatni, hiszen... Mi lesz a disznókkal? Hát, de ez a fajta krízis, persze ez csak kis krízis, az azt jelenti, hogy még legalább 20 évig kell aktívan működnöm. Hát bizony. Mert egy óriási csúcs, hogy a most 2 éves unokám meg van őrülve a traktorokért és a kombájnokért. Megvan az utód! És komolyan, tehát ez képes 2 éves korára is bent ülni órákon keresztül a traktorba, igaz, hogy persze kényelmes, most már azért ezek nem azok a Zetor vagy MTZ traktorok, és látom, hogy meg van bűvölve attól, hogy ugye ott kivetíti már a képernyőre, hogy mit csinál akkor éppen a traktor, tehát tudja kezelni ezeket a kütyüket, amiket még én sem értek igazán. És akkor, hogyha ezt a körülbelül 20 év múlva ő úgymond elérheti azt a kort, hogy például ezt a vállalkozást át tudja venni, tehát van halvány esély arra, akkor hogy... Akkor így elengedheted a kalapácsot, így igaz? Így van. Nem most, hanem 20 év múlva. Majd 20 év múlva. Karcsi, neked? Nekem ez a krízis és a csúcs egy kicsit így összemosódik, mert édesanyám sebészorvos volt, és egyedül nevelt föl, és abba a korszakban körülbelül... És gyakorolt rajtad? Nem. Én ilyen 50 macit megoperáltam otthon természetesen. Ja, akkor te gyakoroltál. És a játékboltban már anyukámat megismerték, tudták, hogy a maciért jön, mert én a macikat lerendeztem. Na és a dolognak a lényeg, hogy persze egy jó darabig orvos akartam lenni, majd aztán jött az a dolog, hogy 2 helyre lehetett jelentkezni, a orvosira és a színére, és mind a kettőre jelentkeztem. És fölvettek az orvosira, utána fölvettek a színire, és hát végezetül is én azt mondtam anyukámnak, azt mondta, hogy te döntesz, fiam, és azt mondtam anyukámnak, hogy anyukám, hát 70-75 évesen nem biztos, hogy már ott a műtőasztal mellett tudok állni, viszont a színpadon 75 évesen is eljátszik egy orvost. Vagy egy bohót. Igen. Tehát ennek következtében azt választottam. És azért mondom, hogy összefügg a két dolog, mert hogy elvileg, amikor ezt választottam, az akkor kezdődött a krízis. És ez tehát, azóta, és is ez azóta is tart, de imádom, úgyhogy ennyi. Ja, csak az jutott eszembe erről, hogy te úgy operáltad, hogy drága édesapám egyszer kegyetlen perceket élt át, ugyanis lehettem olyan 5 éves, amikor odaálltam apukám elé, amikor megkérdezte, hogy mit szeretnék karácsonyra, és akkor azt mondtam, hogy egy alvós babát. És akkor apukám picit elkámpicsorodott ezen, mert ő azt hitte, hogy hát én teljes mértékben ugye majd férfi ember leszek, és hát ez a alvós baba, ez őt teljesen kikészítette, még kikérte anyukám tanácsát is, hogy te most ezt vegyem komolyan, hogy hát miért, hát ha gyerek ezt akarja, akkor tudomásul kell venni. És én megkaptam az alvós babát karácsonyra. Igen, aztán drága édesapám másnap már megnyugodott, amikor megtalálta az alvós babát szétszedve a fejével. Ugyanis engem csak az érdekelt az alvós babába, hogy mitől alszik. Tehát, hogy mi van az, hogy ha én leteszem, akkor becsukja a szemét, fölemelem, kinyitja. Engem csak ez érdekelt, és rettenetes nagy probléma volt, hogy a szomszédban a Krejt Szilvi nem engedte, hogy az ő babáján megnézzem, hogy mitől alszik. A baba. Ez egy pici krízis volt, de nagyon gyorsan át tudtam lényegülni. Kérdezzük meg akkor a krízis terapeutát, levonva végül a következtetéseket erről a krízis helyzetről, hogy egyáltalán az ember életében mi is az, amikor krízisben vagyunk, és mi is az, amikor szépen kilábalunk belőle, mind anyagilag, mind lelkileg. Hát leegyszerűsítve ez egy tanulási folyamat, tehát hogy a krízis az egy tanulás. Abba kell mindenféle eszközt összeszedni, ami van, kalapács, bármi, csavarhúzó, és hogy abból kell valamit építeni. Ennyi a krízis, és ez lehet pozitív is, meg negatív is. Ez elképzelhető. Hölgyeim és uraim, ez a krízis helyzet, ami abból állt, hogy mi most itt ültünk és beszéltünk önökkel, ez most véget ér. Úgyhogy a későbbiekben kívánunk nagyon-nagyon jó étvágyat az ebédhez, jó szórakozást, mert hogy lesz mihez. Jó szórakozást és sok minden új információ szerzést. Minden jót kívánok, hölgyeim és uraim, és mindenkinek kívánok jó napot, szép időt és eredményekben gazdag jó éjszakát.